Legkésőbb november elején elkezdődik a 3-as metró felújítása. Első körben az északi szakaszt fogják lezárni, így a 3-as metró Kőbánya-Kispesttől csak a Lehel térig fog közlekedni. Csehi András kollégánkat kapcsoljuk most, aki az Árpád-hídi metró megállóban van, ahol Gulyás Attilát, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnökét kérdezi a felújításról. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok Gulyás Attilának! Nem tudom, hogy örüljünk-e vagy sem, mert már rengeteget hallottuk arról, hogy felújítják a metrót. Most hallunk egy dátumról, egy novemberi dátumról, de konkrét időpontról nem hallottunk. Azért ez még nem teljesen biztos, mert az állomásoknak a tenderét aláírták már, de az alagútnak a felújítására még nincs engedély a tender aláírására, és azt mindenféleképpen meg kell várni, mert annak nincs értelme, hogy egyszer azért zárják le a metrót, mert az állomásokat újítják fel, utána pedig azért, mert az alagutat. Tehát erre még várni kell, hogyha minden jól megy, akkor szeptember elején alá tudják írni az alagúti tendert is, és akkor valamikor novemberben, mondjuk halottak napja után elkezdődhet az a munkának az a része, amikor lezárják az állomásokat. Na, akkor vegyük szépen sorba, hogy ez egy nagyon forgalmas, a legforgalmasabb metró. Hogyan zajlik, milyen szakaszokban, milyen munkabeosztással zajlik majd a lezárás, illetve a felújítás? Három szakasz lesz, ez az északi szakasz, ahol most állunk. Ezt zárják le majd először, és akkor utána majd következik a másik két szakasz. Én még nem merném mondani, hogy milyen sorrendben, mert ugye ez is változott, de az a lényege, hogy három szakaszban fog a metró felújítás zajlani. Viszont azt tudni kell, hogy a BKV most arra készül, hogy amikor ez a szakasz le lesz zárva, tehát a Lehel térig jár csak a metró, és utána már a Dózsa-György úttól a Újpest központig már nem jár. A vonalnak a többi része is este 8 után le lesz zárva, illetve hétvégén, mert ott is kisebb munkákat tudnak közbe végezni, tehát forgalomkorlátozás végig lesz, és ezekben az időszakokban végig metrópótlóbuszok fognak járni. Volt már ilyen a metró történetében, hogy metrópótlóbuszok jártak, most is majd akkor, ha minden igaz, akkor novembertől metrópótlóbuszok járnak az újpesti végállomástól, egészen a Lehel térig. Meddig tarthat ez a felújítás? Hogyha minden jól megy, akkor ez egy év alatt kész lesz. Tehát, hogyha novemberben elkezdik, akkor valamikor a következő novemberben átadják ezt a szakaszt, és jön a következő szakasz. Említette, hogy először az állomások felújításával kezdődik maga a felújítás, vagy a rekonstrukció, és csak utána a vágányok, illetve nem is lesz vágányfelújítás? Nem. Azt mondtam az előbb is, hogy meg kell várni azt a tendert, ami az alagútról szól, mert az egy tender lesz végig, és egyszerre fogják kezdeni ezen az északi szakaszon az alagutat és az állomásokat. Annak nem lenne értelme, hogy külön-külön csinálják, és kétszer kell lezárni. Igen, én most optimális esetről beszélek, tehát hogy hogyan zajlik ez egyáltalán, hogy képzelje el a néző azt, hogy most rendben van, felújítják, de mi fog történni ott? Az állomások zárva lesznek, tehát ott utas közlekedés nem lesz. Sajnos a buszpótlás azt azért mindenki tudja, hogy az zsúfoltsággal járt, tehát 60-70 busz fogja pótolni itt az északi szakaszon a metrót, az nem tud egy teljes értékű pótlást csinálni, tehát mindenféleképpen kellemetlenséggel, zsúfoltsággal fog járni. Igen, lehet, hogy rosszul tettem föl a kérdést, tehát a kérdés az, hogy belül burkolatot cserélnek, vagy új vágányokat fektetnek le, vagy hogy zajlik a felújítás? Gyakorlatilag mindent. Tehát, hogyha az állomásokat nézzük, akkor a burkolatot, gépészeti berendezéseket, világítást, rádiótelefonrendszert, mindent. Az alagutat pedig úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag kibontanak mindent az alagútból, fölvelik az ajzatbetont is, a pályát is, a kábeleket, a biztosító berendezést, és gyakorlatilag újra kiszigetelik az alagutat, és utána újraépítenek bele minden berendezést. Tehát ez egy gyakorlatilag az alagútnak a vas szerkezetén kívül mindenki lesz cserélve. Ön szakszervezeti vezető, a metrósok mit szólnak ez, a metró dolgozó? Hát ugye vegyes a dolog, mert egyrészt nagyon várják, mert nagyon rossz technikát kell életben tartani, és gyakorlatilag az ő érdemük az, hogy ez a metró még közlekedik, mert naponta csodát tesznek. Viszont ugye azt lehet tudni, egy ilyen felújítás az kellemetlenségekkel jár. Munkát átszervezni, bizonyos munkakörökben majd meg kell találni azt, hogy mit csinál addig, ameddig elkészül ez a rekonstrukció, ugyanis hát elküldeni utcára azért nem lehet senkit sem, mert utána újból föl kéne venni, át kell szervezni a munkát. Ez biztos, hogy feszültségekkel, kellemetlenségekkel jár. Hát ezzel majd egyeztetni fogunk egyébként a vállalat vezetésével, hogy minden zökkenőmentesen és szabályosan történjen. Mi a helyzet ezekkel a rózók a szerelvényekkel, amik még most forgalomban vannak? Tehát addigra lecserélődnek teljesen az újakra, a felújítottakra? Hát hogyha úgy megy az ütemterv szerint a szerelvényeknek a felújítása, ahogy ígérték, az azt jelenti, hogy havonta két új szerelvény érkezik, be tud állni a forgalomba, akkor körülbelül ez is egy olyan jó egy év múlva teljesen eltűnnek ezek a régi csotrogányok. Elképzelhető az, hogy nem sikerül az alagútra aláírni a tender.
Persze, benne van a pakliba, tehát ez még egy rizikófaktor, azért mondtam, hogy nem 100% az még, hogy el lehet kezdeni most ősszel a munkát. Tehát akkor azok az emberek, akik még mindig kétkedéssel fogadják a felújítást, akkor valahol igazuk lehet? Hát igen, ugye régen a katonaságnál mondták, hogy az a biztos, ami már megtörtént, ez most egy hasonló helyzet. Jó, de akkor összegezzük, tehát hogy az a optimista, legyünk optimisták, hogy tényleg elkezdődik a metró felújítása, tehát akkor novembertől, és akkor hogy mindenki értse, hogy hol lesz az első lezárás novembertől feltehetőleg. Novembertől, hogyha el tudják kezdeni tervek szerint, akkor Kőbánya-Kispesttől csak a Lehel térig jár a metró, és a Lehel tértől Újpest városközpontig pedig buszok fognak járni, illetve ebbe az időszakban is este 8 órától a tervek szerint a teljes vonalon le fog állni a metró, és hétvégén akkor viszont a teljes vonalon pótlóbuszok fognak járni. Köszönjük szépen, így legyen, Gulyás úr, visszaadjuk a szót a stúdiónak.